Sziasztok! Nemrég a Valve változtatott a szabályain. Eddig, hogyha valaki vacbant kapott valamelyik accountjára, akkor nem játszhatott Valve által szponzorált rendezvényeken. Most ezt módosították, mégpedig úgy, hogyha valaki vacbant kap, és még nem volt Valve által szponzorált rendezvényen, akkor 5 évig nem is mehet. Ha pedig már volt Valve által szponzorált rendezvény, akkor ugyanúgy örök életre szóló kitiltást kap ezekről a rendezvényekről. Azt gondolom, hogy ez egy jó változtatás azért, mert ugye nagyon sokan úgy kerülnek kapcsolatba a játékkal a rengeteg csaló miatt, hogy van, akinek ez már teljesen normális, hogy ebben a játékban lehet csalni, ez ugye főleg a VAC-nak a gyengesége és a könnyen kijátszhatósága miatt van. Ugye erről csináltam pár videót az elmúlt időszakban. És ugye akik fiatalabbak nem igazán fogják fel azt, hogy ennek milyen következményei vannak, és akár el is vághatták magukat, mint profi e-sportok, csak azért, mert kipróbáltak valami butaságot fiatalkorukban. Ez az 5 éves limit, ez azt jelenti, hogy ha valaki, mit tudom én, 15 évesen nem volt túl okos, és csalt, de utána rájött, hogy igazából ebben a játékban jó lenne, vagy szívesen játszana vele, és menne versenyekre, komolyabb versenyekre, akkor 20 éves korára már mehet. Ezután a kis kitérő után térjünk rá a fő témájára a videónak. Rég volt már Overwatch videó, úgyhogy gondoltam, hogy benézek és egy pár demót elemeznék. Remélem, hogy nem csak spinbotokat kapok, meg földet néző embereket. Warm-up, office warm-up. Csak áll a sarokban a suspect. Kezdődik a meccs. Erre kellett várni. Revolverrel. Jézusom. Na jó, hát ez ennyi volt. Nagyon nehéz. Nagyon nehéz döntések ezek. Figyelj, kitalálom. DAS 2 és Scout. Scoutot fog venni CT-ben. Érzem. Oké, T-ben. És a földet nézi. Ez fantasztikus. Inferno 8-8, úgy látszik a CT-knek már egy embere kiesett. De furcsa dolgok vannak itt. Ó, így már azért... Ó, úristen! Borzalmasan rángat az aim. Én már azért mondtam, hogy furcsa dolgok vannak, mert nem a pozíciójába ment, ugrándozott össze-vissza, most ugye elmegy B-re. Hát már ilyen dolgokból kezd gyanús lenni, hogy valami nem stimmel. Vagy az, vagy nem veszik komolyan a játékot. Hú, milyen prefire, még ki se jött a fal mögül, már kapta a lövést. Fogalma sincs, hogy hova kéne céloznia. De szóval semmit se. Még csak a közelébe se céloz, csak megnyomja a gombot, és majd beadja neki az aim. Még legalább nem pörög, de hát majdnem ugyanott vagyunk. Na jó, hát ezen sincs nagyon mit nézni, mert aim is van, VH is van. Nem mondanám azt, hogy nagyon meg kell erőltetni az embernek. Vagy sejtjeit. Hát fogjuk rá. Eddig 3-2 volt pörgaim. Hú, ancient. Ó, rossz fele néz. Rossz fele néz. 3-0, nagyon rossz fele néz. Nem jó irányba néz a karaktere. Ajaj, autosniper se jó jel. Ez a rángatózás se jó jel. Ez a banizás se jó jel. Terrorista és így jön röviden. Jézusom. Na. CT kezdőről lőtte szét. Kemény. De mondjuk az ilyeneket nincs értelme nagyon végignézni. Jaj, office, megint office, gyanús office. 0-2 office. Legalább nem scout. Ez gyorsan eszkalálódott. Ah, és akkor eddig tartott. Reménykedjünk. Hát ha nem pörög. Nem pörög azonnal. Elképesztő. AWP-zik minden. Nem. Top mid nem nézhet rád. Ó, jaj. Ez VH lesz. De fogalma nincs, hogy mit csinál. Na nézzük akkor. Most X-rét bekapcsoltam. Végig falon át látja az összes embert, te mondom. Már akkor gyanús volt, amikor úgy nézett le Underre, hogy top midnek totál oda mutatta az oldalát mindenféle probléma nélkül. Nem fura, ezt sem másodszor csinálja meg, hogy amikor megáll, olyan, mint egy kicsit csúszna a levegőben az ugrás előtt. Itt is, mielőtt beugrana a izéhez. A kommentbe leírhatnátok, hogyha valaki tudja, hogy miért van ez. Megáll egy bizonyos ponton. Az ilyen nehezebb ugrások előtt. Ha egyáltalán ez az. Megint. Aha, olyan, mintha ez egy olyan csalás lenne, ami beállítja neki az ugrást. Itt is, mintha arrébb... Aha, ez az ugrás is. Mondom, itt valami olyan... Még ugrani, Jézusom. Jaj. Zigzag már megunta. Most elrontották az ugrását, mert beugrott elé. De ugyanúgy beállt abba a poziba, és onnan valamilyen script megugorja neki. Hát a bomba nem érdekli, ezt majd rakosgassa más. Arra nincs scriptje. Itt is megint beállítja a script és átugrik neki ide. Jézusom. legalább nem pörgaim volt. Hú, milyen banizásokban van. Ó, és revolver. Jaj. Sajnos ez ilyen. Kb. Két olyan demót tudtunk megnézni, amiben értéke, hát nem is azt mondom, hogy értéke, de legalább egy kicsit gondolkodni kell. De különben ott sem olyan. Na jó, hát köszi szépen a figyelmet. Azt hiszem Overwatch demókat egy ideig most nem fogok nézni, de lesz más érdekes content. Sziasztok!